Idén sem lesz Európa Liga, így összegezhetnénk a legrövidebben az Eto sajtó tájékoztatójának lényegét, mert bár a pénteki Pécs elleni bajnokiról is szó esett a találkozón, amúgy mindenkit a Nemzetközi Sportdöntő Bíróság ítélete érdekelt, az pedig nem lett kedvezőbb a zöldfehérek számára. Elutasították a keresetünket, a fellebbezésünket, és helyben hagyták az UEFA fellebbviteli bizottság döntését. Ennek értelmében az Eto 50 ezer eurót fizet az Európai Labdarúgó Szövetségnek, illetve a nyáron kezdődő Európa Ligában nem indulhat. Az ügyvezető néhány sort fel is olvasott a KASZ leveléből. Felperesi érvelések és igazolások dacára a KASZ rávilágít arra, hogy az UEFA szabályai alatt elhelyezkedő nemzeti szabályok nem relevánsak, és azokat az UEFA klublicensz kiértékelés során nem lehet figyelembe venni. A KASZ egyértelműen amellett foglalt állást, hogy az UEFA szabályzata a mérvadó, a nemzeti adótörvények és az Európai Unió irányelvei felett áll. Klement elmondta azt is, Tarsó Csaba elnök tulajdonossal úgy döntöttek, továbbra sem hagyják annyiban. Ha kell, elmennek a svájci szövetségi bíróságig, majd az európai bíróságig is.